svéd tudósok felfedezték a bringázásért felelős gént. Már akkor verseny indult, amikor én nem is tudtam egyenesen kerékpározni, és pótkerékkel mentünk. A kerékpározás megszállottjai pedig felfedezték a versenyzés izgalmát. Na gyerünk! Folyamatosan jöttek a jobb és jobb impulzusok, és már nem akartam abba hagyni. A pályakerékpározás egy olyan sport, amiről nem lehet lejönni. Nyomjad! Az, hogy heti 6-szor ülsz a kerékpáron, azt nem gondolom, hogy akármelyik hobbi kerékpáros így megtenni. A Bringás Brigantik Vlog következő epizódját nem kell végig tekerned. Tekernek helyetted a sprinterek! Most inkább a fiamat támogatom a versenyzésben. Már túllépett rajtam is, mondhatom azt, hogy világklasszis versenyző. Szerintem csak azért mondtam, mert neki jó a reklámértéke. Apukám egy nagyon jó versenyző volt, örökös magyar bajnok. 10 éven keresztül minden évben megnyerte a magyar bajnokságot. Nekem ilyen még nem sikerült, de igyekszem. Filutás Viktor a Stréer világcsúcstartó Árpád fiaként szinte előbb tanult meg bringázni, mint járni. Volt olyan verseny, hogy együtt indultunk a nővéremmel, és úgy megvertem, hogy ki se tudtam menni a dobogóra, és anyukám kézbe vitt fel, mert nem tudtam járni. Aztán kicsit alábadott a lelkesedés, amikor nagy lettem, mert mindig csak a bringa, meg a bringa versek. Abba hagytam, onnantól kezdett az, hogy felszedtem egy 50-60 kilót, aztán eljöttünk egyszer ide a Millenárisra, és megláttam itt a kásiseket pályázni, és akkor mondtam apának, hogy figyeld már, milyen jó fixiket gyárt ez a cseppel, és az elkezdenék bringázgatni. Amikor visszatértem, akkor az motivált, hogy tetszett, amit csinálnak itt a srácok a pályán, és akkor mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Nagyon nehéz volt egyébként felvenni így a semmiből a ritmus egyébként a nagyokkal. Velem egykorúak voltak, csak hát ugye régebb óta kerékpároztak. Hát nagyon sokszor voltam, hogy mondjuk ott maradtam egyedül, meg leszakadtam, nem ment akkor ott egyedül a gondolataimmal ott. Hogy jó, már megint leszakadtam, miért volt ez, többet kell venni, és akkor volt egy ilyen motiváció, aztán egyszer csak nem szakadtam le, aztán ott maradtam hegyen, utána meg ők maradtak ott. Az országútban nem voltam olyan rossz, akkor ugye pályán elkezdtem bajnokságokat nyerni, versenyeket nyerni, nemzetközi mezőnyben is jó kezdtem lenni pályán, akkor utána ez vonzotta magával, hogy akkor országúton is egyre jobban mentem. Semmi más dolgom nincs, mint kerékpározni. Edzek, utazok, versenyzek, és mondjuk 2 havonta egyszer van mondjuk egy hétvégém. 17-szeres magyar bajnok vagyok, amiben országúti bajnokságok és pályabajnokságok egyaránt vannak. A pontverseny az én számom, abban nemrég még 26. voltam a világranglistán. Mindenféleképpen Európa-bajnoki dobogóval szeretnék egyszer visszavonulni. Hogy így most visszakerültem felnőttként a BVSC-be, hát konkrétan olyan, mint egy nagy család, szóval hogyha kell valakinek valami, a másik azonnal nyújtja, egy álomcsapat. A BVSC álomcsapatában egy újabb generáció is megmutatta magát. Az érettségi előtt álló Bálint szeretne sprinterként az élvonalba kerülni. Mindig nagyon szerettem bringázni, aztán osztályfőnököm hatalmas bringás volt, és ő szervezett havonta egyszer ilyen biciklis túrákat. Aztán nyaranta elmentünk, ahova a Tour de France mezőnye is ment, tehát így ki voltak téve az összes kordon, meg a felirat, hogy 2 nap múlva itt van a Tour de France, és hogy itt lesz a Haribe futó. Természetesen nagyon, nagyon megtetszett ez nekem. Aztán következő évben így rájöttem, hogy jó, fontos a tanulás, meg minden, de azért én szeretnék boldog lenni az életben, és nem annyira akarok irodában testpedni. Így végül az lett, hogy beiratkoztam BVSC-be. Ugye én is ilyen sprinter lettem. Merőben más, nem 3-4 órát mész országúton minden nap, hanem konditeremben vagy heti 3 napot, ilyen 1 perces résztávok vannak maximum, és amit tudsz, tehát a maximális teljesítményen kell végezni. Én a Szent István gimnáziumba járok, én úgy gondolom, hogy számomra a legjobb iskola, és nagyon elit, nagyon nehéz, és így vagyok jó tanuló, úgyhogy heti 17-18 órákat szoktunk edzeni. Az nagyon fontos, hogy tapasztalatot szerezzünk, és ezért járunk el ilyen versenyekre például. És szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy tudod, hogy nem nyerni mész oda, de ahhoz, hogy a jövőben jó legyél, most tapasztalatot kell szerezned, és hogy távlatokban kéne gondolkodnod. Azért itt véremenő küzdelem van normál esetben, emberes ember között, és úgy gondolom, hogy azért ez sokat ad egy korombeli embernek, hogy küzdhet tiszta erőből. A másik dolog meg, hogy nem nagyon találjuk ilyenkor a helyünket, és akkor például én mondhatom magamban, igazából sokat mondom is, hogy ilyen kerékpáros vagyok például. Ez egy olyan tudat, ami boldogát tesz, hogy
tartozol valahova talán? És én tartozom. A Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.